itt a luxus termékek meg az import hányadának a drasztikus növekedése. Egyébként pedig én úgy gondolom, hogy azáltal, hogy a magyar gazdaság, a magyar lakosság így alkalmazkodik, középtávon, egy-két éves távlatban ez még számunkra hihetetlen nagy előnyt fog jelenteni. A megtakarítások, a forintban történő megtakarítások, ez óriási stabilitást tudnak, fognak hozni a magyar gazdaságnak. Tehát ez az alkalmazkodó képesség ezen keresztül fog végre menni, vagy végbe hajtudni végbe menni. Én úgy gondolom, hogy helyes, helyén való dolog ez, hogy bekövetkezik. Tehát a tényeket kellene először értékelni, és utána megalapozatlan véleményeket meg nem megfogalmazni. Köszönöm szépen. Gúr Nándor képviselő úr, 2 perces. Köszönöm szépen, elnök úr, egy mondatra szeretnék csak, és a hiány tekintetében reakciót megfogalmaz. Az pedig az, hogy Dancsó képviselőtársam azt mondja, hogy kisebb mértékben fog majd megvalósulni a hiány. Persze, hát hogyha újabb magányugdíj pénztári megtakarításokat fognak majd bevonni, mint ahogy most tették, akkor ezt lehet realizálni. Egyébként a hiány kialakulása tekintetében arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha emléképpen nem csalnak meg, akkor a válság előtti devizatartalék az 17 milliárd euró volt, és utána meg 35 milliárd euró, tehát az ország biztonságát növelte az előző kormány az IMF-ő felvett hitelből, de nem ezzel a részével akarok különösebben foglalkozni, nem két másik szeletével. Az egyik az, hogy a munkaerőpiaci felület, a munkaerőpiaci alap tekintetében is mértékadó csökkenéseket eszközöltek. A Nemzeti Erőforrás Minisztériumtól 35 milliárdot, ezen belül az NPA-ból több mint 25 milliárdot vontak ki, azon a felületen, ahol gyakorlatilag az alapígéreteik szerint 1 millió új munkahely, és nem mondjam tovább a történést, fogalmazódott meg a korábbiakban. A másik része a dolognak, hogy ezen pénzügyi források kivonása alapjai van alapvetően a halmozottan hátrányos helyzetű térségeket, és a halmozottan hátrányos helyzetű térségekben élő, egyébként személyi adottságaiban sok esetben hátrányos sajátossági jegyekkel bíró embereket sújtja még inkább. Tehát nem, hogy pozitív diszkriminációról nem lehet beszélni, nem, hogy segítőkezet nem nyújtanak azoknak, akik a munkaerőpiacon megpróbálnak kapaszkodni, megpróbálnak teret nyerni, hanem és még azokat a lélegzetvételnyi lehetőségeket is elveszik tőlük, ami a remény sugarát adja, meg a halvány remény sugarát arra, hogy egy ilyen szorított feltételek közepette létező munkaerőpiacon megtalálhassák a helyüket. Itt az alapvető probléma, akkor és amikor a munkaerőpiaci alaphoz nyúlnak hozzá. Köszönöm szépen, megtisztelt. Nagy István képviselő úr, Fidesz 2 perces. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A látszat és a valóság között kell itt különbséget tennünk, és én azt hiszem, hogy ez a törvényjavaslat, a módosítás pont azt szolgálja, hogy ne kenjük el a valóságot, hanem álljunk a valóság talaján. Ez a kormány hihetetlen nehézségekkel küzd akkor, amikor, ha csak a külső világi hatásokat nézzük, hiszen szinte napról napra bukkannak föl olyan események, amik nem várhatóak voltak. Előre tervezni egy évvel, előre kiszámítani bármit is, az egy nagyon nehéz folyamat. Nem véletlenül került sorra a bizottságba annak értékelésére, hogy vajon felelősségteljesen tervezette a kormány ezt a költségvetést, vagy nem valós számok alapján, hiszen itt azért parlamentben előfordult néhányszor már ez. Mind az állami számvevőszék, mind a költségvetési tanács még azzal vádolta a költségvetést, hogy igazából alul tervez, és el akarja dugni majd azokat a bevételeket, és ki akarja vonni a rálátás hatája alól, hogy szabadon felhasználhassa. Tehát egyáltalán nem számoltak és nem vártak mindarra, ami bekövetkezett. Sokszor ellenzéki képviselők vádolják a kormányt, és az új adótörvényekre hivatkozva képzelik azt, hogy alakul ez a hiány. Kedves képviselőtársaim, egy dolgot tisztába kell tenni. Ha nem szállunk be idézőjelbe abba az adóversenyből, mert környező országokban is van, akkor esélyünk nincsen arra, hogy kitörjünk abból a gazdasági mélypontból, ahova ez az ország süllyedt. Az elsőkből az utolsóvá lettünk. Muszáj, hogy valami olyan húzóerőt produkáljunk, ami egyrészt egyszerűbbé teszi, átláthatóbbá teszi,
kívánatosabbá teszi a befektetők számára a magyar gazdasági környezetet. Hogy ez az adó, ez a költségvetés módosítása azt a célt szolgálja, hogy időben nyomon tudjuk követni a valóságos gazdasági folyamatokat. Köszönöm szépen. Vágó Gábor képviselő úr, 2 perces. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, köszönöm a szót. Dancsó képviselő úrnak szeretnék válaszolni, hogy egyrészt személyesen, hogy szokták mondani, egyéb közfeladataimat láttam el, LMP szóvivő, másrésztről örülök neki, hogy hiányzom a bizottságról, harmadrészt pedig szeretném önnek elmondani, hogy én arról a költségvetési tanácsról beszéltem, amelyet önök megszüntettek, amely független elemző intézmény volt. A legjobb tudomásom szerint én elolvastam azt a jelentést, nem volt egy rövid dolog, de az nem volt, nem hurrá éjjel himnuszokat, dicsimnuszokat zengett erről a költségvetésről, sőt, viszont, hogy rátérjek az érdemi makrogazdasági vitára, amit ön is említett, hogy miért is van ez a külkereskedelmi többlet. Nagyon egyszerű, önöknek hatalmas, és az országnak is hatalmas szerencséje van, hogy a német gazdaság ennyire fölpörgött. Az újraegyesítés óta nem látott mértékben idén már 4%-os GDP növekedés produkál, illetve prognosztizálnak a német gazdaságnak, és hát lássuk be, a Németország, mint Magyarország legfontosabb külkereskedelmi partnere, magával viszi a magyar gazdaságot is, ebből fakadhat ez a külkereskedelmi többlet, és itt pontosan arról van szó, hogy nem a magyar belső fogyasztás nőtt meg. Arról van szó, hogy a németek elkezdtek fogyasztani, mi az ő fogyasztásukat kiszolgáljuk, és ebből fakadóan van a magyar gazdaságnak is valamekkora növekedési potenciálja. Hiszen ez az egykulcsos adórendszer, amiket önök bevezettek, folyamatosan szétnyitja azt a társadalmi ollót, ami már eddig is megvolt sajnos az országban, és az a felső középosztály, illetve szűk felső réteg, aminek önök kimondottan is kedvezményeznek, az viszont nem tud annyit fogyasztani, amennyit önök terveztek, és ezért is estünk el az esettel a költségvetés az adóbevételektől, és ezért nem fönntartható az a költségvetés, amit terveztek. Köszönöm. Babák Mihály képviselő úr, 2 perces. Nem, elnök úr, a szólás lehetőségét. Gurnádor képviselőtársam, mindig azt mondja, magánnyugdíj pénztár, de ugye a kötelezőről kell ilyenkor beszélni, amely nyilvánvaló hiányt mindenkor növelte, és nem is volt törvény, mire és mikor, hogyan, mit fognak bőle fizetni. Azért tudni kell a magánnyugdíj pénztárról, hogy nem biztos még pontos, hogy mennyi ebből a cash, azaz mennyi az állampapír, és mely van hosszú lejáratú papírokban, és ebben külföldi papírokban bizonytalan még az értéke, úgyhogy azért nem kell még ennél iszonyú nagy forrásra számítani. Ebben azért még lesznek mozgások és változások, ugyanis a papírokat értékeli a piac. De azért beszéljünk arról, hogy ugye kevesebb a bevétel, mert a gazdaság minden pörgött fel, és nem tudom, hogy ki beszélt, de én Orbán Viktortól és Matolcsitól sem hallottam olyanokat, hogy itt a mellét verte volna valaki, a gazdaság minden állapotban van. Hölgyek ura, ki van véreztetve? Jó, ha tudják. Sőt, a munkának nincs becsülete, sőt, sokan már nem is akarnak dolgozni. De azért a kivonásról beszélt Gur képviselőtársam. Mit vonnak ki? Szóval egyszerűen kevesebb a forrás, még konkrétabban kevesebb a pénz ebben az országban, azért, mert kevesebb a hiány, és hitelt kell törleszteni. Gur képviselő úr, úgy gondolom, hogy a hitelnek ára van, és a törlesztés is jelentős 2011-ben, és kevesebb a bevétel még. Azért kevesebb, mert a reál folyamatok, a pénzügyi folyamatok később érzékelték hatásukat. Bizakodunk a jövőbe, de jelenleg a számításaink szerint költségvetést kell módosítani. Én nem tudom, hogy Vágó képviselőtársam milyen modellváltásról beszél, és milyen makropályaváltásról, de úgy gondolom, hogy gazdaságot kell Magyarországon élénkíteni, és ennek az adócsökkentés, a munkaösztönzés nagyon fontos forrás. Ezért az adópolitikát lehet szidni, de úgy gondolom, hogy Magyarországon ma a munkát ösztönözni kell, akinek van, hogy dolgozzon minél többet, és adócsökkentéssel hasonló módon alkalmazkodni kell a környezetünk feltételeihez, hogy a gazdaság élénkülhessen. Ez a gazdaság áll. Reméljük, hogy majd jól prosperál. És több pénzünk lesz, majd többet tudunk gondoskodni. De a bevételünk most még kevesebb. Gur Nándor képviselő következik. Köszönöm. 2 percben. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Babák Mihály képviselőtársam, azt a logikai jogfejtést, amit elmondott, azt szerintem kevesen értették itt a parlament falai között. Én is azok közé tartozom, aki nem voltam képes követni, kell, hogy mondjam őszintén.
De a jegyzőkönyvet el fogom olvasni, tanulmányozni fogom, de az eddigi közgazdasági tanulmányaim nem alapozzák meg, nyugodt lelkülettel mondhatom azt, amiről ön beszélt. A másik része a dolognak, ami ettől sokkal fontosabb, az az, hogy munkaalapú társadalomról beszélnek. Munkaalapú társadalomról, és közben meg azt látom, hogy itt ennek a költségvetési törvény módosításánál a beltartalom tekintetében 38 milliárd forintot kivesznek a Nemzeti Erőforrás Minisztériumból, ebből több mint 25 milliárd forintot kivesznek a munkaerőpiaci alapból, ami azt a célt szolgálja, hogy a foglalkoztatási feszültségek kezelését, vagy épp a kialakulandó helyzetek elébe való menetelt szolgálja, annak a megoldására preventív módon adjon válaszokat. Ez az egyik része a történetnek. A másik része pedig az, hogy 24,6 milliárd forint pluszt tesznek a bérpótló juttatások tekintetében. Valami zavar van a rendszerben. Valami zavar van, mert azt mondja, hogy munkaalapú társadalom, az úgy néz ki az én fogalomrendszerem alapján, hogy segély helyett munkát. Na most ez, ami ebben a törvénytervezetben exakt módon kézzelfoghatóan visszaköszön, az meg arról szól, hogy munkahelyett segít. Mert hogy elveszek 38 milliárd forintot arról a felületről, ami a munkaerőpiaci alapon belül az aktív foglalkoztatás politikai eszközök működtetését szolgálhatja, és oda teszek 24,6 milliárd forintot a bérpótló juttatásokra, ami gyakorlatilag a passzív ellátás oldalán jelenik meg. Tehát nem arról szól a történet, hogy segélyhelyett munkát, hanem arról szól, hogy munkahelyett segít. Én ezzel nem nagyon tudok egyetérteni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket. Dancsó József képviselő úr, 2 perces. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Még egyszer, tehát a költségvetési tanács mondatai, az még a 2010-ben regnáló költségvetési tanács mondatai voltak, vágó képviselő úr. Még egyszer mondom, hogy ott lett volna a bizottságülésen, hallotta volna, talán emlékszik is. A 11-es évet rendbe találta az a költségvetési tanács a későbbi évekre látott kockázatokat. Ez ténykérdés. 11-et teljes mértékben rendbe találta. Devizatartalék, ugye, Gúr képviselő úr. Épp ezt mondtam, hogy ha az akkori Gyurcsány kormány fölkészült volna a válságra, akkor a devizatartalékokat föltölti, és nem utólag léptek volna abban, hogy 31 néhány milliárd eurós devizatartalékot halmozott volna föl. Ezt a válság előtt kellett volna megtenni, és nem utána meglépni. Ez már egy ilyen utózöngéje volt a válság lecsengésének. A magánnyugdíjpénztárral kapcsolatosan. Egyébként ez azért fontos kérdés, mert a reálhozamok, amely körülbelül 200 milliárd forintot is kitehet ebben az évben, annak valóban lehet fogyasztás növelő hatása, és annak lehet áfa bevétel növelő hatása. Nem tudjuk még ez hogyan fog realizálódni, ez előttünk áll. Ez egy fontos kérdés, nem tudjuk, hogy hogy fog a lakosság reagálni erre a plusz jövedelemre, ami majd a háztartásokba fog kerülni. És a német gazdaságról, vágó képviselő úr, a német gazdaságban nem fogyasztás van, export többlet van ott is, nem a fogyasztás növekedett meg. Hogyha megnézi a német gazdaság számait, semmi nem utal arra, hogy a német gazdaságban rendkívül nagy fogyasztás lenne. Export többet van ott is, de miért? Mert a kínai gazdaság tudja venni azokat a javakat, amelyeket a német gazdaság állított elő. Abból van a német gazdaság növekedése, az exportorientációból, és ebből van a magyar gazdaságnak is a export prosperitása, mert hozzá kapcsolódott valóban a német gazdaságnak az ilyen történő erősödéséhez, vagy erősségéhez. Úgy gondolom, hogy a fogyasztást és az export tevékenységet e tekintetben, illetve a külkereskedelmi mérlegnek az alakulását nem szabad, nem illik összetéveszteni, képviselő úr. 2 percem az letelt már régen, azért én most befejezem, mert önmérsékletet tanúsítok. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Seirin Gábor képviselő úr következik 2 perces hozzászólásra. Parancsoljon. Köszönöm szépen. Először Dancsó képviselőtársamnak reagálnék, aki próbálja menteni az egykulcsos adót, és hát ennek érdekében érdekesen értelmezi a szavaimat. Tehát még egyszer nekifutnék, hát ha most jobban átmegy az üzenet. Én nem a külkereskedelmi egyenlegről, meg általában az ország külgazdasági teljesítményéről beszéltem, és annak a szerkezeti átalakulásáról,
van az egykulcsos adónak a fogyasztásra gyakorolt hatásáról. De akkor megpróbálnám egyszerűbben elmondani. Ön szerint bruttó 300 ezer forint felett, hogyha megnő a jövedelem, akkor abból több kenyeret vesznek, vagy több plazmatévét. Szerintem nem kenyére fogják költeni a bruttó 300 ezer feletti többletjövedelmet, hanem több plazmatévére. Most Magyarországon ebből viszonylag keveset gyártanak, ezért kevés értelme van egy ilyen, országban az egykulcsos adó bevezetésének. De hogyha az érvelést nem fogadja el, vagy nem érti, akkor higgyen Varga Mihálynak, aki egyébként Bokros Lajossal szemben, aki úgy látszik, hogy az önök legfőbb tanácsadója, mert ebben az országban az önök kormány előtt egyedül Bokros Lajos volt, aki vehemensen az egykulcsos adó mellett érvelt. Most már Varga Mihály is arról beszél, hogy ennek az egykulcsos adónak hát vannak problémái. Nagy István képviselőtársamnak reagálnék még gyorsan arról, hogy kényszerűség lenne az adóversenybe való beszállás. Ez egyszerűen nem igaz. Hogyha hosszú távon megnézi, hogy melyek azok az országok, amelyek igazán sikeresek, akkor pont azt látja, hogy a differenciált személyjövedelem adórendszerrel operáló országok a sikeresebbek, és azok, amelyek beszálltak a lefelé tartó adóversenybe, és nem tudnak a oktatásra, egészségügyre, infrastruktúrára kellő mértékben költeni, és a helyi gazdaság megerősítésére, azok egy törékeny buborék gazdaságot tudnak csak kialakítani, mint például a balti országok. Ezzel hosszú távon mi nem tudunk életben maradni. De hogyha az adó behajtással van alapvetően gondjuk, akkor zárásként csak annyit kérdeznék önöktől, hogyha ilyen nehezen jönnek az adóbevételek, akkor miért vesznek el 13 milliárd forintot az adóhatóságtól? Babák Mihály képviselő úr, következik 2 perces hozzászólás. Köszönöm, milyen tisztelt elnök úr. Én nem csodálkozom, hogy Gurnándor nem ért. Az a hivatása, hogy ne értsen és ne fogadja azt, amit mondunk, hát ellenzéki, ezt szoktuk ki ezt a játékot játszani, de azért szeretném, hogyha azt megérteni, tisztelt Gurd képviselőtársam. Szóval valami költekezésnek józan családban és egy józan országban mindig a bevétel az alapja. Nézze, csak azt lehet elkölteni józan családban, amit megtermelt, megszerzett, munkajövedelmet kapott. Nagyanyám erre azt mondta, hogy addig nyújtózkodj, mert takaród ér. Ez az ország már régen nem ezt teszi, egész rendszerváltás óta, sőt, de vagyont is eladta, mindig tovább takarózott, és felhalmozott egy iszonyú mennyiségi államadóság. Ennek kutya nagy az ára, és hogy 2011-ben kivesz zárolt forrásokat, mert nem úgy alakultak a bevételek. Sőt, mi több, 2010-ről is áthúzódtak olyan kiadások, utaltam arra, hogy a Út a munkába című programnak is csak fél évig tervezték meg, ugye miniszter azt mondja, a költségeit, a második fél, de én tudom. A második fél nem volt meg, sőt a decemberi sem volt meg, az pedig átjött 2011-re. Szóval én úgy gondolom, hogy a zároltat, miután nincs meg a bevételi oldala, el kell vonni, a költségvetésben tisztán kell látni. Mert nincs elegendő pénz. Hitelt kell törleszteni, és ára van a korábban felvett hiteleknek. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, lehet ezen civódni, de úgy gondolom, azt a reálpolitikát kell, és azt a reális gondolkodást, sőt egyszerű gondolkodást kell bevezetni az országban, hogy csak azt hozhatjuk el, és azt élhetjük föl, amit megtermeltünk. Kérem, hogy mire költik a jövedelmet az emberek? Válságban a németek is spórolnak, és jó, ha félretesznek. Lehet, hogy a magyar lakosság is úgy gondolkodik, hogy a többet jövedelmet bankba teszi, félreteszi, és megtakarításokat eszközöl. Mert úgy látja, hogy nincs még vége a gazdasági válságnak is. Lehet, hogy igaza is van. De ennek a kormánynak ösztökélni kell a gazdaság növekedését, és szerintem jó úton jár, adókat csökkent. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Köszönöm szépen, Vágó Gábor képviselő, következik 2 percre. Parancsolja. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, először csak nagyon röviden Dancsó úrnak, a berlini konjunktúra kutató intézetnek a tegnapi közleménye alapján azt lehet látni, hogy a német növekedés már nem csak az export, hanem a lakossági fogyasztás és beruházások ösztönzik. Ez a hír a mai magyar sajtót is körbejárta, tehát hogy csak így ebbe a vitába ezt az érvet azért meg tudjam cáfolni. Viszont Babák úrnak kell igazából reagálni, mert ahogy Matolcsi György úr mondta a mai azonnali kérdésre adott válaszába, hogy szuszókált valószínűleg Babák úr is, hiszen Matolcsi úr ma elmondta, hogy a magyar gazdasággal minden rendben van, prosperálunk, csuda szép és csuda jó, ez a létező világok legjobbika.
Tehát amikor itt Sherin Gábor képviselőtársam rákérdezett, hogy akkor mi van ezzel a költségvetéssel, miért is kell újra számolni, akkor Matolcsi úr azt mondta, hogy igazából minden szép és minden jó. Viszont itt az érdemi kérdés, térjünk erre. Jó magam, és több LMP-s képviselőtársam is, megkérdeztük mind a NEFMIT, mind az NGM-et, mind az NFM-et arról, hogy mik azok a pontosan, mik azok a sorok, ahonnan vannak ezek az elvonások. Mert minisztériumi szinten látjuk, de a költségvetési sor szinten, hogy az intézményeket, hogyan érint egyes intézményeket, arról nincsen fogalmunk. Mivel önök titkolóznak. A három minisztériumból, három csúcsminisztériumból egyedül az NFM adott érdemi választ, sem az NGM, sem a NEFMI nem volt hajlandó elmondani azt, hogy az egyes intézményektől konkrétan mennyit is vonnak el, az egyes szakpolitikákra mennyivel kevesebb pénz fordítható idén. Tehát nem látni azt, hogy ezt az elvonás, ez hogyan érinti az egyes részterületeket. És nagyon jó volna látni abban, hogy az, hogy önök itt hangzatos szavakat pufogtatnak mondjuk az ifjúságpolitika területén, és mennyi pénzt vesznek el az ifjúságpolitikától. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselőtársaim, csak tájékoztatásukra jelzem, hogy rendes felszólalásra hatan, két percesre pedig hárman állnak sorba, úgyhogy most Dancsó József képviselő úr következik két perces hozzászólásra. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim. Gondolom, hogy Sherin képviselő úr, amikor azt mondja, hogy szerinte így, meg szerinte úgy, az egy nagyon fontos vélemény, amit ön megfogalmaz, képviselő úr, de én e tekintetben inkább a statisztikai adatokra hagyatkozom, és én azt látom, hogy a magyar gazdaságban a lakossági megtakarítások jelentősen, nagyon jelentősen megnövekedtek. Tehát amit mond, azt nem is értem, csak mint véleményt tudom elfogadni. Az pedig, hogy áfa bevétel szempontjából kenyeret vagy plazma tévét vesz valaki, teljesen mindegy, mert mind a kettőnek ugyanaz a áfa kulcsa van. Tehát agregált szinten teljesen mindegy, hogy milyen termékre költi az adott háztartása jövedelmét. Ami pedig az adóhatóságtól elvont 13 milliárd forintot nem ért, tehát ez a működéséből vonják el, tehát ezzel nem tudom, mit nem ért képviselő úr, nem a valami pótbevételt vagy pluszbevételt írnak elő, hanem a működéséből ennyit kér a kormány, hogy záruljon, annyival kevesebbet használjon fel a NAV-nak a működéséhez. A német gazdaság vonatkozásában pedig úgy gondolom, hogy teljesen jogosan mondtam, amit mondtam, hiszen ha még el is fogadjuk azt, amit Vágó képviselő úr most mondott, ez egy mostani adat, hogyha ön ezt most idézte be, de az előző időszak nem az volt a jellemző még a német gazdaságra sem. Az, hogy a német export nagyon jelentősen ment, dübörgött, és az egy idő után, ami adott esetben most bekövetkezik, majd a fogyasztás is elkezdi ösztönözni már a német gazdaság fogyasztását. Tehát úgy gondolom, hogy nem cáfolt meg ezzel képviselő úr, sőt, erősítette azon vélekedésemet, illetve azon elmondottakat, amelyeket én ismertettem önnel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Gúr Nándor képviselő úr következik két perces hozzászólásra. Parancsoljon. Köszönöm szépen, akkor mivel hallottam, hogy hat rendes hozzászóló van, ezért megpróbálok önmegtartóztató lenni, és több hozzászólás két perces nem tenni, amennyiben nem visszautalásokban kell eszközölni a válaszokat. Azt szeretném csak és mondani, hogy az utolsó mondatokban a kenyér meg a plazma tévé összehasonlítása az talán azért nem jó, mert a plazma tévét át lehet lépni, és azt lehet mondani, hogy azok a magas jövedelmű és plusz jövedelmet szerző emberek döntő többségében nem itthon költik el azokat a forintokat, majd külföldön fogják elkölteni, na az már az áfa bevételek tekintetében ugye nehéz lenne beszámítolni. Tehát ilyen értelemben értem én képviselőtársamnak logikáját, ami arra mutatott, hogy a nagyobb jövedelemmel még több jövedelmet szerző emberek fogyasztása az nem itt fog megjelenni. És ez kiesés jelent. Látszik, 69 milliárd forint az áfa egyébként csökkent. Tehát ez a egy kulcsos 16%-os személyövedelemadó rendszer, ez nem igazán ült, nem csak abból a szempontból, hogy nagyon sok a 3,5 millió ember rosszul járt vele, hanem abból a szempontból se, ami az áfa bevételek tekintetében visszaköszön. Nekem egyetlen egy kérdés adjanak választ, és akkor az én lelkem már nyugodtabb lesz. Az pedig az, hogy akkor, amikor a miniszterelnök, még egyszer hangsúlyozom, munka alapú társadalomról beszél, akkor
hogyan járható az az út, hogy pont arról a felületről, ami ennek a háttér fedezetét tudja nyújtani, abból kivonnak forrásokat, és még egyszer a passzív oldalon meg bepakolják, tehát megint a segélyt helyezik előtérbe a munkával szembe, és nem a munkát a segélyezéssel szembe. Ez az alapvető kérdésem, kételjem, amire ennek a törvénytervezetnek a módosításai kapcsán elég nehéz megítélésem szerint korrekt, tisztességes választ adni. És hát tudják, azokban a hátrányos helyzetekben lévő térségekben nagyon sok ember elszenvedő ezeknek a folyamatoknak, nem haszonélvezője. Köszönöm szépen még egyszer. Képviselő úr, Babák Mihály képviselő úr következik, 2 perces. Köszönöm elnök úr a szólás lehetőségét. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim! Én úgy gondolom, hogy a Magyar Köztársaság kormánya pénzügyi politikájának legfontosabb és sarkalatos pontja a hiánycsökkentés. Azért, mert nem adósodhatunk el tovább, iszonyú terhet jelent a költségvetésre, a korábban felvett hitelek ára, az a kamata, és mindenféleképpen a hiány csökkenteni kell. Viszont azért van gazdasági válság, és van magyar pénzügyi válság, vagy volt, és még azért nincs minden rendben a világban, ezt mindenki tudja. Ez pedig alkalmazkodni kell. És akkor nézzük a aktuális kormány gazdaságpolitikáját. Miért tisztelt hölgyeim és uraim, azt azért csak lehet vizionálni, hogy gazdaságot élénkíteni kell, hogy több jövedelmet termeljenek, adót kell csökkenteni, hogy ösztökéljük, azon kívül a versenyképességet kell fokozni, aztán befektetésorientáltnak kell lennie, épp erről szólt ma Orbán Viktor is, és Matolcsi úr is. Mégpedig arról, hogy a Szélkálmán-terv jó és üdvös folyamatokat indított el. A gazdaság kezd élénkülni, mert korábban ki volt véreztetve, túl volt fejve, és majdnem elapadt, mint a tehénnek a teje, hisz azért túladóztatták. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, de ezek a folyamatok az év második vagy következő évben jelenti majd a költségvetésre pozitív hatását. Jó és üdvös folyamatok indultak el, agráriummal is kell foglalkozni, azt is kivéreztettétek, és jövedelem lesz belőle, de jelenleg számításaink szerint a zárolt összegeket el kell vonni ezektől a költséghelyektől, mert nincs rá bevételi oldal. És az hiány generálna. Milyen tisztelt hölgyeim és uraim, lehet ebben viccelődni, de akkor miért tetszettek elengedni az államadósságot, most pedig vissza kell fogni. Ez pedig mindig forráskivonás jelent, mert minden országnál van költségvetési hiány, csak a miénk ordinálé volt. Ők most adósnak el, mi meg régen, és hatalmas összegben. Ez meg nem tartható, milyen tisztelt hölgyeim és uraim, úgyhogy szerintem jó a pénzügyi politika is, jó a gazdaságpolitika is. Tessenek kivárni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen, 2 perce Vágó Gábor következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, itt Dancsó képviselő úrnak szeretnék válaszolni azzal a kapcsolatban, hogy a költségvetési tanácsnak mi volt anno a véleménye, amíg még önök hagyták azt létezni. A költségvetéshez benyújtott makropálya értékelésénél a 3.1-es pontban azt írja a tanács, hogy a gazdasági növekedés szerkezetét illetően azonban számottevő eltérések mutatkoznak az MKKT és a kormány makropályája közt, amint azt később részletesen be is mutatják, jelentős eltérést okoz a költségvetés bevételében, főként a fogyasztási és munkát terhelő adók tekintetében. A kormány makrogazdasági pályája a lakosság fogyasztási kiadásainak jelentős gyorsulását tartalmazza, ami azzal a feltételezéssel konzisztens, hogy az SZIA csökkentés hatásaként a lakosság többletjövedelmének nagy részét fogyasztási kiadásokra költi. Na, ez a feltételezés bukott meg. Szét kell nézni az országba, egyszerűen az emberek nem elég, hogy kevesebbet visznek haza, de többet is kell költeniük, főleg az élelmiszer és az energiadrágulás miatt, és egyszerűen rosszabbul élnek, nem tudnak annyit fogyasztani, és az úgy ezek a fogyasztási adóknak a csökkenés, ez meglátszik a költségvetésen is. Önök egy olyan makropályát feltételeztek, ami nem működik, nem ez valósult meg. Egyszerűen kevesebbet fogyasztanak az emberek, magyarul sokkal több, a társadalom 3/5 rosszabbul él az önök egykulcsos adójának köszönhetően. Ez meglátszik a költségvetésen, mivel kevesebbet fogyasztanak. Ezért kell most a megszorításokat alkalmazni, és ezért kell most elvenni állami intézményektől, külön szakpolitikák végrehajtóitól ezeket a pénzeket. A költségvetési tanács leírta pontosan, hogy kevesebb lesz a fogyasztásból fakadó bevétel. Önök már akkor látták, hogy baj van azzal, aki a tükört mutatja, ezért összetörték a tükröt. Köszönöm a szót.
Köszönöm szépen. Babák Mihály képviselő úr következik. 2 perc. Úr is megfogadom, csak pár percben szeretnék szólni arról, hogy Gurnándor képviselőtársam egy nagyon fontos dolgot említett meg, mégpedig a munkavilágát, a munkanélküliségét és a nehéz helyzetű térséget. Itt Békés megye is ilyen. Nézzék, az elmúlt években a 13. elvonás, az adók emelése és sok egyéb más az embereket ténylegesen nagy szegénységbe sodorta, Észak-Alföldön is és Dél-Alföldön is. A másik pedig az, hogy nézze, kettős finanszírozás van, segélyezés, és ugyanakkor mellette még közmunkával is erőlködünk, vagy a kettőt össze kell raknunk is, hát ténylegesen szükséges pénz is, rendet is kell tenni. Ezt önök is nagyon tudják, hogy a szociális segélyezés egy bonyolult rendszer, amelyet sikerült az elmúlt 20 évben teljesen bonyolultá tenni. Átláthatóbbá kell tenni, és teljesen osztom a véleményét miniszterasszonynak, hisz annak ide együtt beszéltük meg, hogy nem segít, hanem munkát kell adni, közmunkákat. Úgyhogy ezt próbáljuk megteremteni a feltételeit, forrásait és az új szabályozást is. Kérem, segítsenek benne. Köszönöm, hogyha partnerek lesznek. Köszönöm szépen. Köszönöm képviselő, Seirin Gábor képviselő.